A tűzoltók munkája nem könnyű. A műsorvezetéssel ismerkedett stúdiónkban Angelika, ő volt az egyik legbátrabb gyerek, azonnal kipróbálta, milyen is a kamerák előtt dolgozók munkája. Rajta kívül még 17-en vettek részt a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ nyári napközis táborában, aminek a szerdai napján a csoport a Tolnatáj Televízió szekszárdi szerkesztőségébe látogatott el. Felolvastuk a szöveget, és az ő is olvasnunk kellett, és vett minket a kamera, és volt egy főkamera, ahol a szöveg látszott, és onnan kellett leolvasnunk. A kezdeti megilletődöttségen és a lámpalázon hamar túllendültek a műsorvezetéssel próbálkozó gyerekek. A legtöbben néhány perc alatt belejöttek a súgógépen megjelenő szövegek olvasásába. Nagyon furcsa így az elsőbe, de utána be lehet jönni. Bele lehet. Közelítek és távolítani a kamerát. A műsorvezetés mellett a gyerekek a stúdióban használt kamerákat is kipróbálták. Ezt is nagyon élvezték, de a legnépszerűbb mégis a nézők által sem látott vezérlőszoba volt. A műsoraink gyártásában résztvevő kollégáink itt állítják be, hogy pontosan milyen képek és hangok jelenjenek meg az otthoni televíziókban. A zöld háttér előtt felvett anyagok itt kapnak színes és mozgalmas hátteret, és a riportok közbeni és közötti feliratok és elválasztó szignálok is innen származnak. Gyorsítottam a feliratot, hát kameráztam ott kint, és még itt néztem, mit csinálnak, rájöttem, hogy itt lehet bármit csinálni. A Tolnatáj Televízió nem most először látott vendégül táborozó gyerekeket. A Szekszárdi Humánszolgáltató Központ szervezésében egész nyáron érkeznek ide diákok.